Különleges tanév után különleges évzáróra került sor a Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskolában. Szőlősi József polgármestert kérdeztük a tanévről és a nyári szünetről. Igen, itt amikor kihirdetésre került a veszélyhelyzet, egy különleges helyzetet hoztak létre az oktatásba is, hiszen digitális oktatásra kellett átállni a pedagógusoknak, és hát hallhattuk itt a tankerületi igazgató úr, elmondta, hogy egy egész hétvégéjük volt, hogy felkészüljenek erre a mélyvízre, és hát itt nem csak a pedagógusok, hanem a tanulók meg a diákok, és azon keresztül a szülők is rögtön ugyanabban a mélyvízbe kerültek, hiszen nem lehetett már ugye az iskolába megjelenni személyesen, ezért otthon kellett, hogy teljesítsék az utolsó két és fél hónapot. És hát érdekessége, hogy pont ugye a tanév vége, amikor tehát a tanévzáráshoz kapcsolódóan ugye le kellett zárni az ismeretanyagot, még kellett volna írjanak nagyon sok dolgozatot, hogy le tudják őket zárni, tehát ez mindez digitálisan online rendszerbe ment, de hallhatván az eredményeket, ugye az iskola átlagot, meg az osztályátlagok összesítését jóval 4 fölött vannak, tehát jól vizsgázott az iskola, úgy önmagában mindenki, hiszen itt a pedagógusok, a tanár is, tanítvány, meg a szülők. Tehát én örülök neki, hogy Szajol településen minden nagyobb problémát elkerülvén le tudták zárni ezt a tanévet, és a mai napon az értekezlettel teszik a pontot ennek a tanévnek a végére. Én jó magam pedig azért vagyok most jelen, mert a tankerületi igazgatóurral, hogy a pedagógus napon nem lehetett személyesen találkozunk és köszöntjük őket. Hát ma ezt megejtettük, és kitüntetéseket, elismeréseket hozott a tankerületi igazgató, és ezeket adtuk át a tantestület azon tagjainknak, akik ilyenben részesültek ebbe a tanévbe. Én magam részéről azt kívánom nekik, hogy a nyári szünidőbe tudjanak feltöltődni, hiszen azért el is mondtam a köszöntőmbe, hogy szeptemberben, amikor majd visszajönnek, nem csak egy sima vakáció után jönnek vissza a gyerekek, hanem szinte kétszer annyi szünet után, és biztos, hogy nagyon nehéz lesz visszaültetni a gyermekeket a padban. Mindenki kétszer annyi élménnyel fog jönni, és biztos, hogy nehéz lesz az a szeptemberi hónap, amikor vissza kell térni a megszokott tanórákhoz, kicsengetéshez végigülni a 45 percet. Ez még a felnőttnek is feladná a leckét, hogy ennyi szünet után ezt így elsőre bírja, de azt gondolom, hogy a pedagógusaink jó felkészültek, a gyerekek szintén olyan helyzetben vannak, akik meg fogják ezt a nehézséget oldani, és akkor elindulhat szeptembertől várhatóan az új tanév.